Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Először is megnézzük azt, hogy mi az ő terve. Ezekhez a kártyákhoz hozzátenném azt, hogy a véleményem szerint a képeknek semmi közük nincs a tárókártya jelentéséhez. Tehát én nem úgy magyarázom el a kártyákat, ahogy oda van írva, mint a tárókártyánál, hanem azt nézem meg, hogy mi van a képen. Itt látható ez a zuhany, és alatta ez a cica, tehát itt tisztázódik valami. Közeledik hozzád, lehet, hogy így kergetitek egymást, mint egy cica az egérrel, de én úgy érzem ennél a kártyánál, hogy ez inkább olyan játszadozás. De ott van a közelben, odafigyel rád, te is odafigyelsz rá, lesznek változások, lesz mozgás, szerintem nevetés, jó hangulat, és itt látható a zuhanynál, hogy valami tisztázódni fog kettőtök között. És hogyan érzi magát? Ő megjelenik itt a szigeten. Néha egyedül érzi magát. Nincs senki körülötte. Üres a zsebe. Lehet, hogy kifele azt mondja, hogy nincs pénze, de én úgy gondolom, hogy ő játszadozik. Úgy tesz, mintha szegény lenne, mintha üres lenne a zsebe, és hogy egyedül van. De látható itt a vidámság, az is, hogy így tisztázódnak bizonyos dolgok, tehát nem kell elhinni, hogy tényleg így van. Néha úgy várakozik, a gyermek jelenthet egy új kezdetre, de azt várja el, hogy te fuss utána, hogy te kezdeményezz. És mit fog tenni? Hopp, kiesett egy kártya. Az azt jelenti, hogy eltávolodik a csomagból. Itt vannak a gyermekek, gyermekkori emlékek. Ő lezárja ezeket az emlékeket, hiszen ez a kártya kiugrott, nem tartozik ide. Eltávolodik a csomagból, eltávolodik az életünkből. És a kérdés az, hogyan közeledik hozzád. Itt tulajdonképpen megjelensz, mint egy gyönyörű hölgy a színpadon, mások észrevesznek téged, megvan a fellépésed, megvan az erőd, és ez a kártya így a feje tetejére állt, hogy néha úgy feje tetejére állnak a dolgok, de megnéztük, hogy miről van szó. Itt a mérleg azt jelenti, hogy mérlegelni kell a dolgokat, az egyik nehezebb, a másik könnyebb, de nem kell ezekkel a dolgokkal foglalkozni, ami esetleg az igazságtalanságot is jelentheti, hiszen másképp kell ezt tekinteni, a kártya az fordulva jött ki, megfordult, tehát majd lesz itt egy fordulat. És mi köt össze benneteket? Itt még minden olyan nehéznek tűnik, de a kártya fordítva jött ki, tehát erre nem kell úgy odafigyelni. És ami összefűz benneteket, itt a levegő eleme, a könnyűség. Az is látható a képen, hogy vannak távoli tervek, hiszen felülről a távolba lehet tekinteni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám.